Uram, nincs egész feltelenül egy kis aprója. De véletlen belepottyant a tárcámba. Hát ugye Debrecenbe kéne hazajutnom, de nincs pénzem. Én csak azt nem értem, öreg ember, hogy volt egy kis pénz, miért piára basztál, csak megbűzlik, mint a faszol. Rosszul számoltam. Maga se tudta volna másképp megoldani, fiam. De úgyhogy nem veszek piát. Mindegy, csak adjál már 150 forintot, aztán jól el leszek. Te is 150 forintból, hogy a kurva anyádba akarsz eljutni Debrecenbe, öregembe? Hát a kannás bátorságot, hát hogy fellógjak a vonatra. Az a helyzet, hogy az utolsó aprómat is mind anyádra költöttem, tudod? Anyám már 50 éve meghalt a nekrofil állat, de ha neked ilyen az ízlésed, nem szólok bele. Tessék, igényes zenét hallgatni! Nem tehetsz, hogy a rocker akarok lenni! Nekem a metál a minden! Nekem meg Fluor Tomi, tessék azt hallgatni! Ezt nem teheted, hogy a Metallicát akarok! Nem érted meg, kisfiam, ha rocker vagy, nem fogadnak el a társadalomban! Tudod mit? Fluor Tomi egy szar! Igen, kimondtam! Rendben. Igen, mondjad! Ha rockzenét akarsz hallgatni, apádhoz kerülsz! Te már többé nem vagy a fiam! Mi az, hogy zavar, hogy ilyen hangosan szexelek? Ha én rámozdulok az asszonyra, nincs megállás, basszátok meg! Őszinte, magának még feláll! Megmutassa, Mecse! Nem kell, Vili bácsi, elhisszük magának, nyugodjon meg! Én fú, nyugodt vagyok, kisanyám, de mi az, hogy halkabban szexelek? Hát ne hallgass, bassz meg! De miről beszéltek? Nem is szexeltük már 5 éve! Jaj, drágám, biztos a pornóra gondolok, ami kicsit hevesebben vertem a faszom. Akkor ez a pornó nagyon interaktív, mert azt üvöltözte a csaj, hogy 15 ezer lesz Vili bá. Jaj, de hogy volt ilyen, ne hülyéskedj! Taknyos arru, tartsd meg a tiszteletet! Hoztuk magának kosalósprayt, használja! Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel, öcsém!